Immár komoly hagyományokkal rendelkezik a Pécsi Nemzeti Színház által bevezetett Erkély koncert. Az évad ismertető előtt népszerű művészek léptek fel, népszerű dallamok csendültek fel általuk. A koncertet követően Lipit Zsolt, a színház igazgatója ismertette a jövő évadra tervezett műsort, és bejelentette, hogy idén már április 29-től indul a jövő évadra szóló bérletek árusítása is. 12 bemutató óriási szám, kell is ennyi, hogy egy nagyon széles színes repertoárt állíthassunk össze, hogy igyekezzünk minden nézőnk megelégedésére szolgálni és minden igényt kielégíteni. Itt is van a kezemben a következő évad műsorfüzete, ezt meg is mutatom, nagyon szépre sikerült, remélem, hogy mindenkinek tetszik, és az online felületeinken minden információt megtalálnak, a mai online világban már vásárolni is tudnak, ebben is nagyon komoly fejlesztéseket tettünk, meg lehet újítani a bérleteket online, ez most van először, online lehet vásárolni bérletet, ajándékkártyát, ahogy tetszik bérletet, és minden felületünkön megtalálhatóak a művek. Több kedvenc darab műsorom marad a következő évadban is. A színház igazgatója büszke arra, hogy kerek számokkal jubilálhatnak bizonyos előadások. A miniszter félreléből 50 előadás lesz, a Chicagóból is 50 előadás, a királyrá krumplifészekből 30, ahol a két csodálatos művésznő, Pécs két díszpolgára, Úrik Teodóra és Vári Éva játszanak, 30 előadás. Ezek vidéken nagyon komoly számok, és az is, hogy évadokon átívelően műsoron tudjuk tartani ezeket az előadásokat, nagyon nagy eredmény, amit innen is nagyon köszönök a kedves kollégáimnak, és nagyon köszönöm a kedves nézőknek, hogy ennyire sokan kíváncsiak ránk, és ilyen lelkesen látogatják az előadásainkat. Az új évadban minden műfaj képviselteti magát. Prózai, zenés darabok, melyen belül musical és opera is lesz. Operából opera beavató előadással készülünk, ez talán kiemelendő, egy különleges dolog lesz. Erkel Ferenc és Katona József műveiből egy opera beavató, amiben próza is lesz természetesen. Ezt szeretném, ha előfutára lenne egy nagy bánkbán bemutatónknak, majd egyszer a színház 130 éves évfordulóján, ez nagy vágyam, és nagyon sokat dolgozom, már dolgozunk ezen a kollégáimmal, hogy megvalósulhasson, mert az opera sajnos elég drága műfaj, sok pénz kell hozzá, és most ezen is dolgozunk. Ez is egy ősbemutató lesz, ez a Kamaraszínházban lesz, de lesz zenés vígjáték, Ankorai szerelmesek 2, hogy még egyet kiemeljek, lesz bohózat, társadalmi szatíra, fekete komédia, mesebalett, táncjáték, szóval minden, ami szokott is lenni, sőt, talán még annál is több. A részletes program miatt érdemes lesz megtekinteni a színház honlapját is.